és ez így mozog, fel tudunk egyenesedni, be tudjuk hajlítani, ha guggolunk, ez így mozog, ahogy a Marci mutatta. Igen. Illetve ugye a kezünk is. Itt mindenhol egy izület köti össze a dolgokat, és úgy tudjuk mozgatni. Tehát ezek itt mind izületek. Itt épp az óvodások ismerkednek a testünkkel, azzal például, hogy a csontok hogyan építik fel a szervezetünket. A csontokat meg is foghatták, ha felismerték, el is helyezhették testünk megfelelő részén. Nagy érdeklődéssel figyelték Marcit, aki megmutatta nekik, hogyan működnek a játékok, melyekkel testük felépítéséről tájékozódhattak játékos formában a kicsik az egyedi eszközökön. A csont kirakó mellett az érbújocska, az idegrendszer autópálya és tüdő ventilátor is szórakoztatta a kicsiket. Rejtélyes mindig a csont szerkezetünk, mert ugye azt csak akkor látjuk, hogyha egy gép megmutatja. Ki tudják tapogatni saját magukon, tudják, hogy mi hol van, tudják, hogy van nekik, de nem tudják soha, vagyis hát egy idő után tanulják csak meg, hogy melyik csontjuk hova tartozik, az izületek hogy állnak, hogy épülnek föl, érdekli őket. Az első ponton a táplálkozással foglalkozunk. Az egészséges ételek, illetve az egészségtelenebb ételeket tudják szortírozni. Vannak kis műanyag játékok, és akkor azokat tudják szétszórni. A második helyen itt a csontokkal lehet megismerkedni. Aztán van játékunk a vérkeringésről, a tüdő működéséről, a baktérium immunrendszerről. Most az a fajta vírus akar téged megtámadni, akkor a karddal legyőzöd, és akkor jön a másik. Tehát ez egy ilyen kis játék. Mindig oda kell dugni a kis kardot, ahol világít, jó? Két teremben zajlik a kiállítás. A nagy klubban az általános iskolásoknak van kiállítás 1-től 8. osztályos korig, illetve a kis klubban az óvodásoknak. Az a tapasztalat azonban, hogy a második osztályos gyerekek még nagyon élvezik az óvodás programot is. Az egész hét során úgy számoljuk, hogy körülbelül 1000 látogatónk lesz, hiszen a szombati napot még a családoknak is megtartjuk. Az a tapasztalat, hogy az óvodások és az iskolások 16 óra után még vissza is jönnek, mert szólnak a szülőknek, hogy nagyon jól érezték magukat, és szeretnének visszajönni, és bemutatják anyukának, apukának is a tárlatot. A kiállítás 8 tematikus részben mutatja be a szervrendszerek működését, testünk érdekességeit. A kiállítás kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek megismerjék testünk belső folyamatait, játékos eszközök segítségével szemléltetik például a tüdő, a máj és a szív funkcióit. Nehezen érthető tankönyvi kifejezéseket magyaráznak meg, emellett segítenek az egészséges életmódra nevelésben is a játékos eszközök. Ki lehetett próbálni, hogy a szívünk hogy pumpál, meg az orrunk, hogy trüsszentünk, meg hogy ver a púzusunk, meg hát az idegrendszer, hogy meg az agy hogy működik. Még nem tanultunk róla, de majd szerintem évvégén fogunk valamennyit belőle. Hát a koponyákról tanultunk, hát az idegrendszerről. Most, hogy ugye elolvastuk a képeket, meg amik le vannak írva, és így könnyebb lesz megérteni. Ugye nekünk még nincs biológiánk, de nekem tetszik. Hatodikasokkal jöttem, mint osztályfőnök, tehát nem szakom a biológia vagy a természetismeret. Amikor ennek a lehetőségét megismertük, ennek a kiállításnak a lehetőségét, akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy amikor majd nyolcadikasok lesznek, és az emberi testtel kell nagyon komoly és néha bizony igen nehéz tananyagként megismerkedni, akkor talán most segíthetünk egy kicsit. Gyerünk, hápci!